A szolnoki légierő 50 katonája szállt vízre Tisza Derzsnél. A kistelepülés harmadszor csatlakozott a TESZED akcióhoz, ám a szerdai volt az első eset, hogy a honvédség is részt vett a terület megtisztításában. Mi szerves részei vagyunk a társadalomnak, mi nekünk is, amellett, hogy nyilván a honvédségnek a környezettudatosság valamilyen szinten háttérbe szorul, ennek ellenére a civil életünkben nagyon komolyan kell foglalkozni azzal, hogy a környezetünkben, a élő terünkben környezettudatosan tudjunk viselkedni. A Tiszán sajnos egyáltalán nem ritkák az úszó szemét szigetek. A hulladék döntő többsége Ukrajnából és Romániából kerül a folyóba. Minden évben nagyon-nagyon sok szemetet hord ide ugye a víz, a PET-palactól kezdve mindenféle kommunális hulladékot, és nagyon sok, tehát tavaly szerintem 100-nál több zsák szemetet gyűjtöttünk össze önkéntesekkel. Szolnok és a környező települések több mint 100 000 lakója a Tiszából kapja az ivóvizet. Szolnoki támaszpontról 2 dandár és 1 000 katonái érkeztek most ide a Tiszatóra, azért, hogy tisztábbá tesszük a környezetet, összeszedjük a szemetet a TESZED mozgalom keretén belül, és ezzel a Tisza vízminőségét is javítsuk, hiszen innen a Tiszatóból érkezik Szolnokra és az ivóvízbázis. A vízkivételi mű a Tiszából veszi ki a vizet, és mindenkinek fontos az, hogy nem csak a környezetünk, hanem a vízminősége is javuljon. És sajnos nagyon sok szemét érkezik évről évre, több ezer tonna a Felső Tiszáról, ezért ezt a munkát soha nem lehet abba hagyni, és az, hogy most a katonák is kiveszik a társadalmi felelősségvállalásból a részüket, és közösen a civil társadalom és a honvédek együtt összedolgozva végzik a mai feladatot, a mai tevékenységet, én azt gondolom, hogy példamutató és hagyományteremtő, hiszen a jövőben szeretnénk, hogyha ennek évről évre, akár évente több alkalommal is több megmozdulás, több rendezvény adna majd teret. Idén 11-szer hulladékmentesítik önkéntesek az országot. Több célt is el tudunk érni ezzel a mai nappal, hiszen felhívjuk a figyelmet arra, hogy környezetünket így a Tiszatavat is tisztán kell tartani. Egy, nem szabad szemetelni, hogyha mások szemetelnek, és akár külföldről a Tisza idehozza a szemetet, azt is nekünk kell összeszedni. És a másik fő cél, hogy a Magyar Honvédség állományával együtt gyűjtjük a szemetet. Hiszen meg kell mutatni Magyarországnak, meg kell mutatni azt, hogy a közös társadalmi szerepvállalás fontos a honvédség és az ország között, a civil lakosság között, és nagyon jó az együttműködés. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy főleg a mai időkben, hogy megmutassuk, hogy a honvédségre lehet számítani, akár békekörülmények között is. Tavaly 900 helyszínen több mint 850 tonna hulladékot gyűjtöttek az önkéntes környezettisztítók. Az április utolsó hetében zajló TESZED akció várhatóan ezt a csúcsot is megdönti majd.